Sziasztok! A november oly színes az Ötvös Tíz programjai terén, akár az őszi falevelek. Ebben a hónapban lesz nálunk irodalmi est, különféle előadások, rengeteg gyerekprogram, koncert, sőt, a mi kulturális intézményünkben még sportolhattok is. Lássuk csak, mennyire színes ez a hónap. Add tovább! November 10-én Radnóti Miklós halálának 80. évfordulójára emlékezünk. A költő utolsó verseiből és a több ezer éves zsidó kultúra, hol keserédes, hol fájdalmasan drámai dallamaiból hallhattok egy megható összeállítást négy művész közreműködésével. Terézvárosiaknak a belépés díjtalan. Ismét egy fergeteges jambalaya koncert az Ötvös Tízben, november 16-án újra New Orleans-szel varázsoljuk nektek a házat, és igazi blues, soul és funky veszi át ezen a szombatestén az uralmat. November 18-án a 20. századi magyar irodalom talán legalul értékeltebb alkotójára emlékezünk. Az igen sokoldalú és még annál is érzékenyebb Heltai Jenő életét és korát Katona Csaba történész idézi meg, Sodró Eliza és Rusznák András színművészek pedig művein keresztül mutatják meg az írót, költőt. Minden hónapban, így novemberben is eljön hozzátok Gimesi Péter művészettörténész, aki a Hard Rock történetét hozzá el nektek az Ötvös Tízbe. November 21-én a 70-es évek egyik meghatározó zenekara, a Led Zeppelin vendégeskedik nálunk. Ebben a hónapban is lesz Baba Színház az Ötvös Tíz kutkójában, ahova a legkisebbeket várjuk. November 23-án Mogyoró Kornél családi dobkör című foglalkozáson vehettek részt, és rengeteg ütőhangszerrel ismerkedhet meg az egész család. Ezen a napon sok Pildikó művészetpedagógus tart foglalkozást a felnőtteknek, amely Szabó Ágnes Kolumba című kiállításához kapcsolódik. A Kék Madár üzenete ma, november 23-án délelőtt. És közben ne felejtsetek el bekukkantani a MEO Design vására is, ahol rengeteg különleges és egyedi ékszerrel, ruhával, kiegészítővel gazdagodhattok. Hűvös idő ide vagy oda, a Hunyadi teret sem hagyjuk árválkodni, ti se tegyétek. Minden kedden és csütörtökön gyertek 10-től 11-ig tájcsizni a térre. Ez a kínai belső erőharcművészet segít megőrizni testi-lelki egészségünk, amely nem csak időskorban ajánlott, hanem mindenkinek, aki keresi, vágyja a nyugalmat, békességet. A novemberünk is nagyon sűrű, rengeteg program lesz itt a házban, kicsiknek, nagyoknak. Látogassatok el Facebook oldalunkra, honlapunkra, ott minden hasznos információt megtaláltok. Az Ötvös Tíznek tárva nyitva a kapuja az ősz utolsó hónapjában is. Aztán itt toporog a karácsony, a december, akkor is szeretnénk veletek együtt készülni, de előtte itt van a november. Várunk benneteket, gyertek!